Hölgyeim és uraim, kedves nézőink, szeretettel köszöntök mindenkit, aki nézi ezt a kis filmet. Egy kedves fiatalembert, Molnár Dávidot szeretném bemutatni. Dávid az egyetemisták, az ifjú egyetemisták tipikus éveiben élte a mai fiatalok életét, drog, alkohol, buli és némi tanulás. De az életében egy fontos és jelentős változás történt. Dávid, hogyan emlékszel vissza ezekre a bulis évekre? Hát nekem ezek a bulis évek már a gimnázium, sőt, talán általános iskolában is elkezdődtek a baráti körömből adódóan, mert a barátaim szüleinek a többsége az éjszakában dolgozott, és ezáltal elég hamar belekerültünk mi is ebbe a világba. Az alkohollal talán először általános iskolában, negyedikes korunkban találkoztunk. És korán kezdted? Sajnos igen. És ez onnantól kezdve az egyetem első éveig végigkísérte az életemet. És igazából ezzel indult egy lejtő. Eleinte csak iszogattunk, később már, mire eljutottunk gimnáziumba, már ugye elengedtek minket szórakozni is, bulikba is, és igazából ott indult el egy olyan ismerettség és egy olyan élet, ami az ott megismert új emberek révén, hogy ott találkoztunk először kábítószerekkel, ott indult el igazából a nagyobb zűlés. Az egyetem éveibe, a gimnáziumba, hogy eljárhattunk szórakozni, ezt ki is használtuk, és szinte minden péntek szombat este, amikor csak tehettük, elmentünk valami koncertre vagy buliba. Ahogy megfogalmaztad, elindult egy lejtő, és ez azt hiszem, hogy mindenkivel így van, aki a bűn útjára lép, ott egy olyan természetfeletti, ördögi erő kezdik lefelé vinni az embernek az életét, aminek ott komoly nyoma van utána mindegyikünknél. Hogy történt ez a lejtő az életedben? Hát ugye először azzal indult az egész, hogy ígyunk meg egy üveg bort, és igazából innentől volt az a pont, hogy az a versenyeztünk, hogy ki tud többet inni, ki tud berúgni, és ebből már versenyt csináltunk. És egy idő után eljutottunk oda, hogy már ez nem volt nekünk elég, mert berúgtunk, minél nagyobb hülyeségeket csináltunk, és ebből sportot űztünk, és akár mit csináltunk, nem találtuk meg azt a megelégedést, amit ettől vártunk. Nagyon sokszor bántottunk embereket verbálisan, vagy elég sokszor keveredtünk verekedésbe, de ezek se elégítették ki azt, amit kerestünk. És a kábítószer, az mit jelentett az életedben? A kábítószert eleinte elleneztem a neveltetésem miatt, de volt egy olyan pillanat, amikor annyira berúgtam, hogy nem tudtam rá nemet mondani, mert azt gondoltam, hogy egyszer élünk, akkor miért ne próbálnám ki. És innentől kezdve volt itt egy váltás, amikor kezdtük elhagyni az alkoholt, és csak a kábítószert kezdtük fogyasztani. És itt is ugyanaz volt a szituáció, mint az alkoholnál, hogy minél többet ittunk, annál kevésbé érdekelt minket, vagy nem annál kevésbé éreztük azt, hogy megelégettünk, és ez volt ugyanígy a kábítószernél is. Tehát egy fiatal egyetemista életében, aki kipróbálta a mai ifjúságnak a kísértéseit, és egyre nagyobb lett az űr, egyre nagyobb lett az elégedetlenség. És a kábítószer szenvedélye hogyan segített téged oda, hogy megtalálj valakit, aki valóságosan betöltötte a lelkedben lévő űrt? Volt egy mély pont az életemben, amikor egyetemre kerültem. Az első két évenben tetőzött ez az ülés. Tényleg már hétközben is ittunk, bulisztunk, kábítószereztünk, és semmi
egyre nagyobb ürességet éreztem magamban is, és elkezdett eluralkodni rajtam a depresszió is, és ez nem segítette elő, hanem inkább rontotta a helyzeten, mert még inkább a kábítószerbe kerestem a megoldást, és ez az üresség teljesen felemésztett. Próbálkoztam öngyilkossággal is többször, de Isten ezt nem hagyta. És ebben az ürességemben elkezdtem azon gondolkodni, lehet rossz irányba keresgélek. A szüleim keresztények mai napig, és ennek kapcsán gondolkodtam el, hogy lehet, hogy igazuk van, hogy hallottam már Istenről, de az a személyes ismeret és személyes kapcsolat nem volt meg Istennel. És egyszer egy vizsgai időszakban, amikor már nagyon depressziós voltam, és több napja nem léptem ki a lakásból, akkor fordult meg a fejembe, hogy ha van Isten, akkor megszólítom és megkérem, hogy segítsen. Igen, tehát ez egy tipikus következmény, amivel Dávid az életében találkozott, hogy a különféle bűnök, ajzószerek, mámorok csak még inkább növelik bennünk azt az űrt, azt az elégedetlenséget, azt a hiányt, amit csak egyedül az Isten jelenléte tud betölteni Jézus Krisztus által. És mikor elkezdted keresni az Urat, keresni az Istennel való személyes kapcsolatot, akiről bár hallottál, de személyesen nem jött még közel hozzád, milyen változásokat tapasztaltál? Ez egy nagyon radikális pont és egy pillanat volt az életemben, mert amikor ott én szóltam Istenhez, ő egyből válaszolt nekem. Fantasztikus. És először megijedtem, és nem tudtam, hogy mi történt, és nem akartam elhinni, és akkor kérdeztem Istent, hogyha van, akkor mi a terve az életemmel, vagy merre fele tartok, mert amit csinálok, az nem elégít ki, és csak még boldogtalanabb vagyok. És akkor betöltött Istennek egy olyan szeretete, ami betöltötte azt az űrt, amit előtte semmivel nem tudtam betölteni, és akkor Isten megmutatta nekem, hogy mi lesz a jövőm, ha őt választom, az ő útján járok, vagy pedig, hogyha folytatom azt az életet, amit élek. És ott én akkor döntöttem, és a függőségemtől, kábítószerhez való ingerenciám a fogyasztásra, az teljesen megszűnt. Az alkoholt is elhagytam, és elkezdődött az életemben egy helyreállás, ami leginkább a személyiségembe jelentkezett. Lenyugodtam, sokkal higgadtabb vagyok, kiegyensúlyozottabb lettem, és az a szeretet, amit Istentől kaptam, az teljesen átformálta az életemet és a személyiségemet is. Ez fantasztikus, ezt én már sokszor hallottam, és jó magam is megtapasztaltam, hogy amikor találkozunk az Istennek által a szeretetével, ami sokkal több, mint az emberi, ami egy feltétel nélküli szeretet, ami mennyei atyánknak a szeretete, ez egyszerűen föltölti az embert. És mi emberek sokszor úgy vagyunk, hogy keressük ezt a szeretetet kapcsolatokban, szerelemben, meg egyéb minden másban, hogy be legyen töltve az az űr az életünkbe. De szeretném neked is mondani, hogy ahogy Dávid életét is, az Istennek a szeretete Jézus Krisztus által változtatta meg, a te életedben is ez tud változást hozni. Semmi más nem tudja betölteni, csak egyedül az Isten szeretete az életedet. Ahogy Dávidtól hallottuk, hívd őt segítségül, és ahogy Dávidnál radikális válasz érkezett az ő személyiségének módja szerint, én hiszem, hogy a te életedben is egy ilyen radikális válasz fog jönni. Ezért keresd az Urat, amíg megtalálható, és ha tudunk, szívesen segítünk ebben, keresd bennünket. Isten áldjon! Isten áldjon! Szuper! Szuper! Thank you.